utána készítettem december 4-ig kapottam tartótájékoztatót, azonban megérkezett idő arra, hogy utána nem tudom, hogy már is tartsak, és mi történt az állami két hónapban, illetve hogy látom az átlagot a választást. Az biztos, hogy a 2015-ös életén azt mondom, hogy sikerségünk lényeg a gyakorlás. Sok olyan projektet a falusok meg, amelyek készítettek a 2015-ös életeket. Sikerült kimozdítani az előző évtizedek között jelentett képest, amit tudok rá, akár részinkább kérdéssel, akár megdomályosan, sok más ember, tehát neográmon kérdése. Egyébként, hogy a projektunk is elmondom, hogy új irányba haladnak, hogy egyébként már szerint is teszünk el. Óriási kihívás volt az a 2016-os évnek az első hónapja, hiszen a költségvetési elfogadás után, ami valójában alapot szerepet arra, hogy az önkormányzat a 2016-os évben is tartásra tudjunk működni. A 2016-os év állján minket át kell fogadni a harmadik alapszolgálatról, tehát nem kell kérdezni a építéséről, ami mindig kell egy változatot, különösen ennek a gazdasági helyzetben, amely sikeresen, illetve az önkormányzat új szintén előkkel készíteni kell, első második napjában a közalapoknak a működési terveit, és ez is mindig egy olyan munka, egy óriási munka, egy szállítás, és összefoglalja a kormányrendeletet, a törvényeket, illetve valójában a pénzminisztérium által adott feltételrendszert. Ez a működés előtt végezve, ennek után egy kisebb hibája, vagy kisebb hiányosság van, hogy is ne is így csinálni, akkor már egy hiányosság van, hogy a tudósítók alapnak a programot, azt gondolom, hogy nem találom, hogy ezt a programot összevazzák a politikai tényezők, azt gondolom, hogy túl sokat kockáztatunk ilyen politikai átutatban egy színpont, nem lenne szabad, hogy is semmi nem tudom a politikai tényezőknek. És remélem, hogy ez a kérdés az elkövetkezés, hogy aztán a bizonyosokban megoldódik szabad közszinten, hiszen ez a közösségnek az érdeket, a polgárnak az érdeket. Különösen a Palicsérti, a Hajdújárás, a Lúdás programnak az érdeket. A 2016-os évben még várható szakmációba összeműködik végtelenül, és mindenféleképpen el kell fogadnunk a területi földrajzi használatára szóló éves programot, hiszen ez feltétel arra, hogy mondják, hogy mondják a transzfeleszközöket, másodszorban egy feltétel annak, hogy a 2016-os évben a területi földrajzi tisztát követelünk, és a területeket nem volt képes az önkormányzati nem látok ebben különösen fontot. Az a nagy munka, amelyre tartalma van, feladottak egy közülemény, feleszkedett következő évtizedéig. 25 ezer barcvágy átnézve a közösszatasztali községben teljes adatban is rendezve lesz, és ennek a függvényében azt gondolom, hogy reális az, hogy valamikor március 20-ig után legyen, és azt a programot elfogadjuk. Úgy szintén mindenféleképpen el kell fogadnunk egy kisebb költségvetési módosítás, hiszen miután befejeztük a szisztematizációt és pontosítjuk azt, hogy a munkaerő feleslegnek kapcsolat igazol, akik elfogadják a lépbeli feleslegeket, akkor a pénzösszeget, amelyen arra tudod, és kell, hogy előre látva, a lépésekben biztosítanunk a költségvetési módosítás által. A racionalizáció szerintem egy szerepben áprilisáig a megadott határidőt megáll. Valószínűleg ezen kívül lesz, hogy már olyan kisebb polgárok határozó is emléket, hogy a ezeket is amerikát járkodik fogadni. Elmondtam azt is, hogy elég érdekes volt az állami cél, ami a jelentiségének születi, jelenleg olyan polgármesterek, hogy nincsen politikai pártámogatás, és ez egy érdekes helyzet, ami azt jelenti, hogy valószínűleg évtizedekre mutatja, hogy ezek a szabadkodók, a szélesebb politikai szinterességűen személy legyen akár pártunatos polgármester, amely mögött nincsen olyan háttérpolitikai pártámogatás, amely biztosítaná nekik az egyértelmű tartományos és testeti többséget. De attól függetlenül azt gondolom, hogy az észérvek azt már szólnak, hogy az önkormányzat zárkodási másfél-két hónapban is hatékonyan működjön, hogy azt a munkát, amely pedig letett az asztalra, azt a munkát ezt folytassa, hiszen rengeteg dolog van. Nem állhatnak az önkormányzata akár egy hétre, sem nem másfél-két hónapra, és azt mondom, hogy nem az az érdeke, hogy az elmúlt zárkodási másfél-két hónapra is hatékony és eredményesen dolgozzunk, hiszen rengeteg munka van, amit át kell végezni. Attól ügyetlenül is életet is az önkormányzat működését azokkal a határozatokkal, amelyeket elfogadtunk kevőáltalán a kérdésben, amelyeket elfogadtunk fogadni március hónapjában, és az önkormányzat minden kormányzat működni, akár június végéből,
Azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ezeket a munkák nyelvek, hiszen akár tavalyra látható zárvázásokról van szó, akár az idén elkezdett munkákról van szó, idősen át kell indítani. Rengeteg pályázat van, írva a közösségeket, a pályázatot, a pénzeket, meg kell támogatni a költséget és más szintű pénzforrásokba is, akkor pedig rengeteg olyan munkát kell elvégezni, mert határidőket vannak összevek, amelyek nem várhatnak a munkát keresztül. És itt akár a részletszabályozási tervek elfogadásáról szól, akár konkrét beruházásáról szól, akár közbeszerzési eljárásnak az alapításáról szól, rengeteg olyan feladat van, az én feladatom az lesz, hogy ezt elvégezzük, hogy ez a rendszer az arra is hatékonyan mégsem működjön, és valójában másfél hónap után azt mondom, hogy elemzővel fejezem ezt a mandátumomat, hiszen azt gondolom, hogy nincs szintén mondanom, hogy itt van, mert egy két évvel hajtkozom az önkormányzat eredményét illető. Ha az előbbeim is ilyen munkát végeztek volna a két év alatt, akkor valószínűleg az önkormányzati polgárok más életszínvonalon, más egyébként. Remélem, hogy a következő választások után is az, amit minden megbecsinált az elmúlt két évben, azokat folytatva lesznek, és eredményes és hatékonyan lesznek kötvéhezve, hiszen ez a polgárok és a közösség lesznek. Azt, amit szeretném is elmondott kommentált a Kosztolányi Színházzal kapcsolatban, azt is kérdezik, hogy... Azt kell mondjam, hogy fájdalmas minden racionalizáció. Azt gondolom azt is, amit elmondtam, hogy azoknak, akik most a racionalizációval kapcsolatban kritikákat fogalmaznak, még akkor kellett, hogy a kritikákat megfogalmazzák, amikor a saját pártársaikat a tömegében mondták be a közvallatok és a közintézményekben, akkor amikor a saját rokonaikat és a legközelebbi hozzátartozóikat helyezték el a felépítménybe, itt Szabadkai szintén, és most sajnos ezt a helyzetet ezt orvosolni kell. Van kormánydöntés, kormányrendelet, van törvény, amelyet megtekintéket kell hajtani. És ebben Kosztolányi Színházat illetén sajnálom, hogy erre sor került, mert mindig mindenkinek a beépítés a problémás. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy amikor a Kosztolányi Színház megalakult és elkezdett dolgozni, akkor 12 munkatársak ezt a munkát. És akkor is dolgozunk. Most már 16. Úgyhogy ezt is mérlegelni kell akkor, amikor az ember döntéseket hoz, illetve nyilatkozik ezekben a kérdésekben. Mielőtt is elkülönböztetett során Urbán András azt nehezményezte, hogy az önkormányzatban nem volt meg a kommunikációt, tehát hogy nem tudtak egyeztetni a racionalizáció előkészítésekor. Változtatott volna bármit is a megbeszélésben, egyeztettek az intézményekkel ennek kapcsán? Azt, hogy elmondjam, hogy Urbán Andrásnak arra kellene emlékezni, hogy amikor behívottuk ide a Városházára, hogy egyeztessünk vele, akkor nem jött arra a munkatárs, mert nem volt szabad. Lehet, hogy akkor kellett volna előtt mindenki, és akkor legyen a másnak a helyzet. Nem is jött el egyeztetni, pedig meg volt hívva. Hanem elküldött egy fiatal kislányt, aki semmiről sem tud semmit. Mennyire érzi magát biztonságban, azaz mennyire érzi biztosnak a polgármester széket jelen pillanatban? Ezt annak tükrében kérdezem, amik történtek a VKT legutóbbi ülésén, a Valós Udas közvállalatban. Minden tervének elfogadásához kapcsán. Én elmondtam akkor, amikor a Magyar Mozgalom alapítói között voltam, hogy tisztában vagyok azzal a következményekkel, a következményi lehetőségekkel, amelyek itt benne van. A szerdői politikai szintén ilyen dologért általában fejlesztés járni hozzá a rövid eljárásban. Úgyhogy ez a szék ez nem biztos már valójában a szeptember óta. Továbbra is végre nem biztos. De nem is gondolom, hogy azért vagyok itt, hogy biztos legyen valakinek a fotója, azért vagyok itt, hogy végezzem a munkámat, ameddig erre van városi képviselőtestületi többség, illetve ameddig a tisztségemben megvan az a határozat, ami alapján ezt a tisztséget elvégezhetem. Úgyhogy megtörténhet bármi egy-két héten belül is, de azt gondolom, hogy nem ez a realitás, azonban az a realitás, hogy ezt a mandátumot, ez a képviselőtestületi többség, illetve ez a városi tanács, és ez a végrehajtó csapat, amely most ezt a választ irányítsa, az végigvigyen, mert a hatékony és stabil működéshez az elengedhetetlen. Azt gondolom, hogy túl nagy rizikó és túl nagy politikai kockázat lenne most leváltani ezt a végrehajtó szervet, akár engedni polgármesterével, városi tanács tagjait, hiszen ez destabilizálná az önkormányzat működését, másosan pedig azt gondolom, akik erről döntenének, azoknak politikailag több kárt okozna, mint hasznot. Úgyhogy ez véget, azt gondolom, hogy erre nem fog sor kerülni.
És még egy kérdés, hogy délben világossá vált, hogy 24. 21-én választások lesz közgazdasági szinten. Már biztos a tartomány, és tehát az önkormányzat is sem marad el. Hol látja magát a magyar mozgalom listáján április 24-én? Többen kerestek meg, hogy szerepeljek a listájuk. De ha szerepek valamelyik listát, akkor a magyar mozgalom is nem fog szerepelni. Meglássuk, hogy a végrehajtó szerve a magyar mozgalom milyen dönt is fog hozni. Nem akarok talapon is elvassak. Mert higgyék el, hogy hihetetlen hálátlan ilyen, azt mondom, hogy ilyen megbízatást felvállalni, vagy ilyen kihívást felvállalni. Ha ezt a kihívást felvállalom én személy szerint, illetve a magyar mozgalom is felvállalni, mert a magyar mozgalom már felvállalta, akkor sajnos maga helyre kell visszatkozni, szembe fogunk menni azokkal a politikai erőkkel, amelyek most legerősebbek visszatkészítően. És ez nem kis kihívás és nem kis megméletetés lesz így helyszínűen. De azt gondolom, hogyha az ember azon gondolkodik, hogy igazából egy Szabadkának komoly változásra lenne szüksége ahhoz, hogy ez a közösség jusson az első hatra, és azt gondolom, hogy ez a két év, amelyet eltöltöttem ezen a tisztségen, és ez az eredmények, amelyeket ez a csapat legyen egy önkormányzati szinten, az kár lenne, hogyha kárba veszne egy új hatalmi struktúrával, akkor talán az ember még abban is valamilyen formában érdekel, hogy ilyen kihívásra is szemben is. Köszönöm szépen.